A Grassalkovics kastély, a Hatvani Lajos Múzeum épületének felújítása, valamint a Kossuth tér közösségi térré alakítása mellett több közterületi burkolat cseréjét is elvégzik. Többi között járdák újulnak majd meg és parkosítani is fognak. A beruházás pedig több projektelemből áll. Tartalmazza a postatér, illetve a kastély körüli járdájának burkolat cseréjét, tartalmazza a Túlzó utca burkolat cseréjét, tartalmaz egy P plusz R parkoló létrehozását a Bástya utcában, tartalmazza a Bástya utcának, Bástya utcai járdáinak a burkolat cseréjét, tartalmazza a Grassalkovics út mindkét oldalán a burkolatok cseréjét, illetve egyéb más olyan munkálatokat, amelyek ehhez kapcsolódnak. A területen fogunk kihelyezni új utcabútorokat, új korlátokat fogunk elhelyezni, és reméljük, hogy a terület a felújítás után az egy teljesen más minőséget fog képviselni. A munkálatok első üteme szerdán a Grassalkovics út postától a Zagyva hídig terjedő területének, valamint a Damjanich János szakközépiskola, szakiskola és kollégium előtti parkoló felújításával, továbbá a Bástya utca végén a házi orvosi rendelők melletti területen lévő parkoló kialakításával kezdődnek. A beruházás ideje alatt a Diszi parkoló egy részét teljesen, míg a többi terület egy-egy szakaszát időszakosan zárják majd le, amely a biztonságos, gyalogos és autós közlekedést nem akadályozza. Az esetleges forgalmi akadályokat terelőtáblák fogják jelezni. A felújítási munkálatokat az időjárás befolyásolhatja, ám a tervek szerint a Grassalkovics út és a Bástya utca kivitelezését év végéig fejezik majd be, a Diszi parkoló pedig várhatóan 2014. februárjában készül majd el. A kivitelező cég alkalmazottai a legnagyobb körültekintéssel végzik a felújítást, hogy a hatvaniakat ne érje kellemetlenség.